nagyon meló. Bizonyára sokan azt gondolják azokról, akik csokigyárban dolgoznak, hogy mennyire jó dolguk van. A Mind Megettes stábja ezúttal a Nestlé Diósgyőri csokigyárába látogatott el, és megnéztük, hogyan készülnek ezek az üreges csoki figurák, amiket hamarosan Mikulás és karácsony alkalmából a boltokba is megvásárolhattok. Hogy képzelje el egy vásárló, aki bemegy a polcba és lámálom a Mikulás csoki figurát? Hogy készülnek el ezek a rajzolástól, a tervezéstől kezdve? Nyilván a piaci igényeknek megfelelően elindulunk egy tervezett rajztól, és mire lesz egy kész termék, az nagyon sok folyamaton keresztül megy. Tehát a lehetőségekhez képest az első darabot elkészítem kézzel, az visszakerül a piachoz, kap róla egy mintát, és akkor onnan kezdve jönnek a súlyegyeztetések, a nagyság, a csomagolhatóság, akár a kiszerelhetőség, tehát a palettázás, nem mindegy, hogy hogy lehet. Mire bekerül a termelésbe, nagyon sok mindenen keresztül kell, tehát kell, hogy tessen a piacnak, kell, hogy itt elfogadhatóan le tudjuk gyártani, kezelni tudjuk, azt csomagolni tudjuk, kiszerelni akár, mert nagyon sok összetevője van. A gyár már áprilisban elkezdte a gyártást a karácsonyi szezonra. Általában ez szeptember vége, október közepe, amikor befejezzük a karácsonyi szezongyártásokat, és körülbelül ugyanez az az időszak, amikor elkezdjük már a húsvéti termékeknek a gyártását. Mennyiségbe kell kifejezzem, ebbe az évben körülbelül egy 4100-4200 tonna mennyiség lesz, amit le fogunk gyártani. Gyárba megkapjuk a szükséges nyersanyagokat, masszákat, amit egy Nestlé társgyárból kapunk meg, megkapjuk a szükséges csomagolóanyagokat, megvan a szükséges létszám, amivel majd dolgoznunk kell, akkor elkezdünk tulajdonképpen gyártani a gyártási terv alapján, ami le van bontva napra, és le van bontva műszakokra is. Egyik legkritikusabb és legérzékenyebb része a csokoládé massza kezelésének ez a temperálás. Amikor ugye a napi tartályokból ezen a temperálón átengedjük a csokoládé masszát, meghatározott gyártási paramétereknek a megtartásával, amik biztosítják majd azt a későbbiek során, hogy a kiadagolt massza a rázókon kialakított héjszerkezet alapján valóban kialakul az üreges figura, amit a későbbiek során tudunk kezelni a csomagológépeken is. Gyakorlatilag ez az a temperálás, ami a kulcseleme annak, hogy a csokoládé masszából, mint masszából valóban egy igazi késztermék, egy igazi üreges figura lesz. És a döntő többsége már a terméknek a sorok végén úgynevezett online módon azonnal kiszerelésre is kerül, ami azt jelenti, elkészül a késztermék. Minden nap reggel van egy úgynevezett release eljárás, kóstolása a termékeknek. Ki kóstolhat nálunk csokoládét? Mindenki, aki átesett egy alap ízfelismerő tréningen és részt vett egy részletesebb szenzori tréningen, és az eredménye megfelelt. Nyilván feltétele, hogy szeresse ezt, amit csinál, ne legyen allergiás, és érezzen készítetés arra, hogy részt vegyen a mi munkánkban. Fontos, hogy a gyár minden területéről érkezzenek kollégák, akik részt vesznek ebben a minősítésben. Minden kóstoláson minden érzékszervemet használnom kell. Nyilván első, hogy már ránézek a termékre, fontos, hogy egy kóstoláson mindig standardhez hasonlítunk, nem az a lényeg, hogy nekem mi ízlik, hanem hogy a standardnek megfelelő a termék. Megnézem a küllemét, hogy néz ki, mennyire szép, mennyire fényes, ne legyenek rajta lukak. Nyilván, ahogy hozzáértem, már érzem, hogy nem tapad, nem ragad, ebből már érezni lehet, hogy megfelelő volt a gyártási körülmény. Ha ezen mindezen túl vagyok, akkor történik a törés. Utána már csak az van, hogy az illatát érzem, és utána megkóstolom. Ilyenkor, hogy még mire figyelek, itt vannak mögöttem a csokoládé kulcs tulajdonságai, tejcsokoládé, étcsokoládé és fehér csokoládé. Ezek a kulcs tulajdonságok segítenek egy-egy kérdés esetén eldönteni, hogy megfelelő, illetve nem megfelelő a termék. Több mint 20 ember van kitréningezve, minimum 4 ember kell ahhoz, hogy egy termékre azt mondjuk, hogy megfelelő. Ha minden rendben van a termékekkel, akkor tudjuk csak azt mondani, hogy igen, ez a termék elhagyhatja a gyárat. Innen a termelés területről a gyári készraktárba kerül, ahol kb. 3-4-5 napot tartózkodnak a késztermékek, és utána kiszállításra kerülnek a piacoknak a központi raktáraiba, ahonnan megtörténik majd a későbbiekben a vásárlókhoz, vevőkhöz történő eljuttatása a terméknek. Úgy igazán június vége, július, amikor már szinte majdnem 100%-os
folyamatosan tud a gyár termelni, gyártani, mert akkor érkeznek meg az utolsó volumenek a piacainktól, amik visszaigazolják, hogy igen, ez az, amit a szezonra kérünk, és ezek nekünk egy olyan iránytűk, amik meg tudják határozni, hogy föl tudjuk mérni jól a kapacitásainkat, az emberi erőszükségletünket, gyakorlatilag ebből áll az életünk.